Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az passzol a te helyzetedre. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. De most van egy kedvezmény is. Egy Valentin napi szerelmi jóslás védikus asztrológiával 6000 forintért. Vagy egy Valentin napi szerelmi jóslás gyertya mágiával, ennek van egy mágikus hatása 6000 forintért. Vagy egy Valentin napi szerelmi jóslás egy mediális üzenettel, ami kettőtöket, ezt a szerelmet illeti, tehát ez a téma. Szintén 6000 forintért, tehát e-mailen keresztül kérhetitek ezt az akciós jóslást. Ez a videó február 3-án jelenik meg. Mi történik ezen a napon? Erről is szeretnék beszámolni. Lesz egy kis feszültség. Az is lehet, hogy fáradt vagy, kimerült, vagy nincs meg a bátorságod, vagy az ő bátorsága jelenleg egy új kezdethez. Érezhető az, hogy vannak bizonytalanságok, még nehézségek. Ezen a napon, február 3-án az indiai asztrológia szerint a hold a Visakha holdházban van. Visakha az egy istennő, mégpedig a tűz istennője. És itt nem csak arról van szó, hogy kell a tűz eleme, ami tulajdonképpen ezen a napon hiányzik, a bátorság, a lelkesedés, vagy a szenvedélyek, de amit Visakha még közöl, hogy szimbolikusan égessünk el valamit a hátunk mögött. Hagyjunk el bizonyos dolgokat, zárjunk le bizonyos dolgokat. Ezek lehetnek kapcsolatok, vagy egy bizonyos helyzet. Mars és Vénusz a két szerelmi bolygó. Mars bolygó jelenti a férfias energiát, Vénusz bolygó jelenti a nőies energiát. Mindkettő jó hatást kap. A nap besugározza Vénusz bolygót, egy kellemes kapcsolat. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok a szerelmet illetően. Vagy a nap besugároz bennünket, hölgyeket, láthatóvá tesz bennünket, mások észreveszik a fellépésünket, lehet, hogy kapunk dicséretet, bizonyos dolgok tisztázódni fognak. A hold az egy jó hatással van Mars bolygóra. Mars bolygó jelenti a férfiakat. A hold az szimbolizálhatja az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket. De a hold jelenti általánosságban az ő álmait, vágyait, elképzeléseit, hiszen kihat érzelmekre. És ez, ami most a férfiakra jó hatással van, kihat a párkapcsolatra is, hiszen nyitott érzelmekről beszélni. Vagy javul a helyzet közte és az anyukája között. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve.
Itt látható a felhő. Valami számára átláthatatlan. Ez lehet egy bizonyos helyzet, vagy lehet az ő terve, hogy szeretne itt előre ugrani, mozgásba jönni, de nem tudja, hogy melyik irány helyes. Ez a lovas férfi lehet egy férfi is, valaki a családból, vagy a barátja, vagy a kollégája, és a kapcsolat kettőjük között olyan átláthatatlan, vagy jön egy hír, és nem tudja, hogy mit akar a másik konkrétan közölni vele. Ez a kép mindent jelenthet, ami mozog, sport például, hogy elgondolkozik azon, hogy jelentkezzen-e egy sport tevékenységre, de nem tud dönteni, hiszen ott van a felhő. Ez még olyan átláthatatlan, tegyem vagy ne tegyem. Ez a lovas férfi utalhat autóra is, egy autó eladására vagy vételére, de még itt van a bizonytalanság, valami átláthatatlan, nem tudja azt, hogy cselekedjen-e igen vagy sem. Ez a lovas férfi jelenthet mozgást, egy közeledést is, hogy ő közeledik hozzád, de nem tudja, hogy hogy reagálsz erre, akarod-e ezt a találkozást igen vagy sem. Valami itt átláthatatlan. Ez a kártya kombináció jelentheti azt is, hogy vannak nála félelmek, bizonytalanságok, hogy esetleg te megismerkedsz valakivel, és ez a lovas férfi nem tudja hogyan tovább, milyen döntéseket fogsz hozni. Ez a felhő tulajdonképpen egy időkártya, és fél évet jelent. Az is lehet, hogy valamit ő átélt fél évvel ezelőtt, és ez a személy, vagy ez az esemény útban van újra hozzá. A második kérdés úgy hangzik, hogy milyenek az érzelmei, és ezt megnézzük itt ezeknél a kártyáknál. Itt a medve jelentheti az ő élet erejét, de valami nyomasztja őt, hiszen itt van a hegy, ez a szikla. Nem érzi jól magát, kicsit kimerült vagy fáradt. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Lehet egy nő, de lehet egy férfi is, az apukája vagy a főnök nője. És itt megvan ez a hideg, rideg kapcsolat kettőjük között. Amennyiben ő még egy párkapcsolatban van, lehet ez a hölgy a háttérben, aki nagyon erős parancsolgat neki, és kettőjük között megvan ez a hideg-rideg tartás, ez a szikla, ez olyan, mint egy fal kettőjük között. És milyen lépéseket tesz irányodba? Itt látható a kulcs. Ezzel a kulccsal ő lezár valamit. Például a felhőt, ami számotokra átláthatatlannak tűnik. Vagy ezt a kapcsolatot. És egy időben ezzel a kulccsal kinyílik kettőtök számára egy új ajtó. Ő kopogtat az ajtódon, közeledik hozzád, meg akar látogatni téged. Itt vannak lehetőségek. Sőt, látható itt már a vidámság, a könnyűség, a lelkesedés, és ez a kártya utal a kommunikációra, hiszen ez a férfi beszélni akar veled. Lehet, hogy elmondja azt, hogy mi nyomasztja őt, mi számára átláthatatlan, ki akar uralkodni felette, mint ez a medve itt. És mi fűz össze benneteket? Erre kiválasztottam a magyar kártyát, amit a férjem készített. Hiszen
Magyarországon van az úgynevezett rovás írás. Ezt a férjem nem ismerte, de elmondtam neki, hogy régebben Magyarországon más betűk voltak. Ez volt ez a rovás írás, és amikor mutattam neki, erre ő mondta, hogy olyan, mint a germánoknál a rúna, hasonló. Ezt mi úgy felfedeztük, és így jött nála ez az ötlet, hogy ezt a kártyát elkészíti, ezzel tavaly ő meglepett engemet, és megnézzük, hogy mit mutat a rovás írás. Mégpedig itt látható ez az M betű, és ez jelenthet egy fogalmat. Például, hogy mindjárt jövök. Lehet egy város is, például Moson-Magyaróvár. Vagy lehet egy személy neve, mint például Mária. És régen az M betűt így írták, ahogy itt középen látható. És most megmutatom a germán rúna kártyát, nagyon hasonló, ezzel a szimbólummal, Berkana. És Berkana tulajdonképpen hattyút jelent. Itt meg is jelenik itt a háttérben. Ez a rúna utal az anyai érzelmekre, és a nőiességre is. Hiszen itt látható az anyuka a gyermekkel, de az is látható, hogy ez egy szép hölgy, megvan ez az erotikus kisugárzás, a Vénusz energia, tehát nem csak az anyai érzelmeket mutatja ki, hanem a nőiességét is. És ha itt megnézzük ezt a képet, ez lehet két irány. Itt megvan a tartás, és megvan két lehetőség, vagy két irány. Élni az anyai érzelmeket az egyik oldalon, és a nőiességet a másik oldalon. Azon kívül ez a kép olyan, mint a mell, és itt is van szerelmi dolgokról szó, és anyai érzelmekről is van szó. Hogy mi a véleményed, vagy hogy látod ezt a betűt, vagy ezt a szimbólumot itt, akkor írd le a kommentárba, ennek nagyon-nagyon örülnék. Azon kívül jelentkezz a csatornámra, vagy lájkold ezt a videót, amennyiben tetszett neked, és látogass meg a Facebook oldalamon, vagy Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, hiszen két oldalam van. És mindennek nagyon örülnék, köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!